2007. április 4-én itt ebben a teremben az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára központi nagy aulájában egy könyvbemutató volt. Ekkor mutatták be a Haraszti György szerkesztésében megjelent Vallomások a Holtak Házából című könyvet. A könyvbemutató sajtótájékoztató vége felé egy idős köpcös úr fölállt és azt mondta, Kornis Pál vagyok, a KATPOL, a katonapolitikai osztály őrnagya voltam 1948-ban. 1948. augusztus 8-án én vettem át Újszászi István tábornokot a szovjet társszervektől. Én gazdasági kérdésekkel foglalkoztam, az volt a feladatom, hogy teremtsek Újszászi számára megfelelő lehetőséget, hogy dolgozni, írni tudjon. Én az Ilka utca 17 szám alatti villát jelöltem ki erre a célra, és biztosítottam hozzá házvezetőnőt. Újszászi betegeskedett. A házvezetőnő ezt többször jelentette, majd már jól benne jártunk az őszben, amikor felhívott, hogy Újszászi meghalt. Én kiküldtem az orvost, és magam is kimentem a helyszínre. A holttestet akkor szállították el. Részt vettem a temetésén, mert ez a feladatom volt. Jó néhány évtizeddel később, már a rendszerváltás tájékán, egy volt kollégámmal beszélgettünk, és én említettem, hogy ott voltam Újszászi temetésén. És akkor ő tette egy türelmetlen kézmozdulatot, és azt mondta, hogy ja, hát akkor nem Újszászit temettük, az valaki más volt. A sajtótájékoztató a közönségének leesett az álla. Az enyém is. Hiába menekült, hiába fut, a sorsod előtt futni úgy se tud, mert sorsunk nekünk, vagy végzetünk, hogy egy másért szenvedünk. Hiába gondolod, hogy vége már, hiába vagy fölényes és vidám. Én úgy is tudom, a könny arcomon, még álmodban mit olyan. A 40-es évek első felének rajongásig szeretett és szexszimbólumként is tisztelt dívájának, Karádi Katalinnak, Újszászi István tábornokhoz, a katonai hírszerzés röviden csak kém tábornoknak nevezett vezetőjéhez fűződő szerelmi kapcsolata nem volt ismeretlen tény sem életükben, és nem ismeretlen már ma sem. Nézőpont kérdése, ki hogyan ítéli meg? Karádi volt Újszászi szeretője, vagy Újszászi volt Karádié? Viszonyuk a társasági élet botrányának számított, és még az is lehet, a korkülönbség ellenére igazi, tiszta vonzalom lobogott a másik iránt mindkettőjükben. Hiába menekült, hiába fut, a sorsod elől futni úgy se tud, mert sorsunk nekünk, vagy végzetünk, hogy egy a másért szenvedünk. Ide jövet az utcán, azt mondtam, ha valaki. Ha egy valaki felismer itt New Yorkban is rám köszön. Előről kezdek mindent. Az egészet. A pályát. 10 körömmel. És akkor rám köszöntek. Jó reggelt. Nem tudja, hol kell állni a mozgó lépcsőn? És odébb lögtek. Ez az egyetlen, amely a Karádi hagyatékból ránk maradt. Több festmény is függött a lakásának falain, de ez az egyetlen, amely hazakerült. És ráadásul nem is a 40-es években készült, hanem az emigrációs időszakban egy Judy Kassab magyar származású festőművész alkotása. Na, Csiripolmán ez a kis csemege? Mondta a viceházmester. Csiripolmán, ebből a csepjányból vagy kiskurva lesz, vagy nagy?
Mi? Az arcomat ne. Nem én loptam el anyakalapját. Maga adta el apa a lovaira. Szíjjal jön. Akkor se sírok. Szíjjal? Ne! Az arcomat ne! Nem merje megütni az arcomat! Ahhoz, hogy Karádi Katalin személyiségét megértsük, ahhoz egy kicsit mélyebben kell megismernünk ezt a családi közeget, egy szenvedélybeteg, agresszív apát, ami ugye egy sorsdöntő, személyiségformáló tényező az ő életében, hiszen a párválasztásainál is egy erős kart, egy gondoskodó férfit keresett. Uraim! Szeretném ismételten és nyomatékosan hangsúlyozni, hogy mi elsősorban is és századsorban is katonák vagyunk. Nem tűrhetem, hogy bárki közülünk nyilas elvek hívei vészegődjön, mert ezzel elárulja a legfőbb hadorunknak, ő főbíróságának tett esküjét. Ilyen formán, mint elöljárójuk, kijelenthetem, nem tűröm el a titkos praktikákat, a penetráns mozgalmi kapcsolatokat. Ha ezt úgy kívánják beállítani, amint azt olvasom némely mostanában terjesztett alattomos röplapból, amelynek fogalmazói hangozzék bármilyen elképesztő módon, itt ülnek a vezérkari főnökség falai között, hogy ez a hazamentő, áldozatos politika, zsidó bérenckedés, hát közlöm önökkel, vagy zsidó bérenc ő főméltósága és az egész magyar kormány, vagy tudomásul kell venniük, hogy szövetségeseinkkel karöltve fegyelmezett háborúban vagyunk, drága magyar vért áldozunk. Mi nem holmi nyilasocska akarnokok téveszméjért élünk, s ha kell, halunk. Mi a tiszta magyar győzelemért harcolunk. Sokan azt mondják róla, hogy egy nagyon jellegzetes embertípust valósított meg, ami nem csak katonatisztekre jellemző, de bizonyos felfelé és oldalt udvarias, mosolygó, kedves, előzékeny, lefelé viszont szigorú a beosztottjához képest, nem könyörtelen vagy nem zsarnokoskodó, de még végtelenül udvarias, barátságos, joviális azokkal szemben, akiktől függ, vagy akiket meg akar nyerni, ugyanakkor szigorú és követelő a beosztottjaival szemben. Köszönöm, ezredes úr. Valóban minden filmemet látta. Ön nagy mozirajongó lehet. Én tudom, hogy ez a katonai hírszerzés, és nem filmstúdió. Színésznő vagyok, de azért nem ostoba. Nos, hogy mit tehetne, értem? Eltűnt a kis Weiss. Elvitték. Munkaszolgálat. Ő nem akárki. Ő az én zongoristám. Zseniális. Csak az a baja, hogy nem Amerikában, hanem Pesten zsidó. Csuda kis figura. Reggel, délben, este fokhagymát eszik. Jót tesz az ereknek, azt mondja. Örökké fog élni. Ezt állítja. Ezredes úr, kérem, hozassa őt haza. Nagyon hálás volnék. Ki volt Újszászi István? Alacsony sorból származó, saját erejéből nagyon magas pozíciókat elért emberről van szó, akiben nyilvánvalóan akár csak a fizikai termete miatt, akár kisebb rendiségérzési szorult, felvágás is szorult, bizonyítási vágy is szorult. De szakmailag ő nagyon jó volt. Szakmailag viszont egy kitűnő ember volt. Hogy lett mondom, ő szakmailag ilyen jó? Hát ugye, ahogy mondani szokták, jókor volt, jó helyen. Rengeteg könyv jelent meg a Karádiról, és általában senki nem írta meg eddig az igazságot. A Karádi tulajdonképpen egy fogadás révén került bele ebbe az egész dologba. Ugye az Egyed Zoltán, aki kiment a Hajmási Ilona után Amerikába, ők nagyon jóban voltak a Hunyadi Sándorral, és valahol ültek egy kávéházban, és azt mondta a Hunyadi Sándornak, tudod, Sándor, tehetség nincs, csak menedzselés. Mutass nekem egy valamire való nőt, és én
egy év alatt nagyobb sztárt csinálok belőle, mint a Hajmás Ilona volt. Így. És akkor egy nap fölhívta a telefonon a Hunyadi, és azt mondta, elviszlek téged egy budai bárba, ott van egy nő, aki énekelget, félig konzumnő, félig énekelget, és én szerintem ennek a nőnek van lehetősége. Egészen rendkívüli volt az, hogy egy elvált és kitartott nő ilyen magasra jut. És különösen a 30-as évek végén, amikor még szigorú erkölcsök uralkodtak a színházi szakmában, hiszen a színházat egy templomnak, a színészetet egy hivatásnak értékelték. És az, hogy egy elvált, kitartott nő bekerül ebbe a világba, hát ez igencsak megbotránkoztatást keltett. Karádi Katalin egy nagyon szép nő volt, kékezöld szemmel, szép arccal, kicsit erős csípővel és kicsit vastag combbal, de a férfiak ezt szerették, úgy szerintem az legalább egy fejjel kisebb volt, mint ő. Tehát, hogy úgy mondjam, Karádiról köztudott volt, hogy zsinórban gyűjtötte a férfiakat, sőt a nőket is. Újszászi nem volt szoknyabolond, bár volt neki előtte egy másik mennyasszonya, akinek aztán végkielégítésül vette egy kalapszalont, de nem sok nőügyéről tudunk, 2-3-ról. Tehát így végül is inkább gondolom, hogy Karádinak mégiscsak az imponált, hogy a magyar elitnek, a katonai elitnek egy magas, nagyon magas rangú tagja udvarol neki. Zúgva hív a szép harang, mint a búgó hadgalang, hol világos nyári éjszakán. Na, látták? Ugye fantasztikus? Hát csak is Angelo, ő a legjobb fényképész Pesten. Jaj, hát drága. Na jó, a pénzzel tényleg nem tudok bánni. Úgynevezett jó akaróim rengeteget lamentálnak azért, mert könnyelmű vagyok. Igazából én nem vagyok könnyelmű, hiszen szeretem a pénzt. Csak az nem szeret engem. A volt férjem, az a szegény adóügyi Homérosz mondta, ez a nő még csak nem is sejti, hogyha egy bankjegyet felvált és költ belőle, akkor az kevesebb lesz. Állítólag tényleg így van. De én hiszek a soha ki nem ürülő Bugyellárisban. Sokat örökölt az apja despota hajlamából, tehát ő is kedélybeteg volt, szeszélyes és makacs. Tehát nem volt egyszerű kezelni, és bizony ez sokszor megbotránkoztatást okozott, és főleg az, hogy a magánéletét ennyire a nyilvánosság elé vitte. A Karádi csak a legszebben nyilatkozott mindig az újszászról. Amikor én hazajöttem, és meséltem neki, hogy milyen közutálatnak örvendett a hadifogolytáborban a bajtársai között, nem akarta elhinni. És azt mondta, hogy ilyen meg, olyan meg. Ugyanakkor a újszászi, ha beszélgettünk, egyszer azt mondta nekem, mert kérdeztem, hogy ez tulajdonképpen ennek, mert azt gondoltam, hogy ennek egy nem nagy szexuális kapcsolat volt ennek az alapja, ennek a barátságnak. És kérdeztem egyszer, hogy miért volt neked tulajdonképpen fontos a Karádi. És akkor azt mondta nekem, Andris, Újszászi István tábornok, a legszebb villa a Schwab-hegyen, Karádi Katalin és egy Packard autó. Szóval ez egy elég nagy hiúsági kérdés volt, azt hiszem. A Karádi azt mondja, hogy az egyetlen férfi volt, aki hosszú idő után őt érdekelte. Ezt nekem mondta, és nagyon védte is, és haragudott rám, hogyha én valami rosszat mondtam. Pedig sajnos sok jót nem mondhattam. Isten éltessen! Gratulálok! Csak zavarba hoz. Ezredes úr, ezt már megszoktam. Jól hangzik, tartása van, karaktere. Mától meg vezérőrnagy úr.
Egészségünkre, tábornok úr! Ez nekem sok. Inkább maradok a legegyszerűbbnél. István, drágám. Együtt mutatkoznak, tehát az egyik ilyen ominózus esemény ez a kolozsvári kívánság hangverseny, ahol Újszászi fogadja az aranyifjúság hódolatát Karádi nevében. Tehát ez a jobb oldal szemében vörös posztó volt. Tehát ez nagyon kiütötte a biztosítékot, és ezzel a népszerűséggel nem tudtak meg mit kezdeni, és különösen azzal, hogy a rajongók a hűségházaként nevezik el az ő székhelyüket, ugye a nyilas székház analógiájára mondjuk ezt, igen. Ő Újszászi végrehajtó volt, és ő egy lojális végrehajtója volt annak, amit a kormányzat tőle a különböző posztokon elvárt. És ebben a minőségben ő készségesen együttműködött a németekkel. Talán egyetlen egy olyan vonatkozása volt, ahol önállóságot mutatott a közhangulattal, a kor elképzeléseivel, elvárásaival szemben. Ez furcsa módon a zsidó kérdés volt, tehát nem csak arról van szó, hogy nem volt antiszemita, amiben a korban majdhogy nem hivatalos elvárás volt, hanem kifejezetten zsidóbarátnak számított, zsidóbarátai, ismerősei voltak, akiket a maga módján, a módja volt, segített. Kegyelmes uram, ha meg akarjuk menteni a magyar zsidóságot, akkor végveszélyben létezésüket tudatni kell a szövetségesekkel. Nekünk. Ez lehetőség lesz arra is, hogy mi hamarabb ki tudjunk ugrani ebből a háborúból. Sajnos a magyarországi zsidóságnak nincs ma olyan vezetője, akinek akkora tekintélye lenne, hogy arra komolyan odafigyel, mind Ben Gurion, mind a Szoknut, mind a Cionista Világszövetség, az angolok, amerikaiak, és Palesztína is. Ilyen a közelünkben csak egy van. A bochniai lágerben raboskodik a belci csodarabbi. A neve Aharon Rokéjach. Nem tudom, kegyelmes uram. Nem tudom, miért hívják csodarabbinak. Ebben a témában nem vagyok otthon. De, ahogy mi fogalmazunk, mértékadó információk szerint ez a haszid rebbe lehet a mi emberünk. Nem. Nem hiszem, hogy provokáció lenne. Annál biztosabb az informátor személye. Ha a kegyelmes uram áldását adja, én kihozatom Lengyelországból ezt az embert. Ha kell álöltözetben, ha kell levágatom a szakállát, ha kell abroszba tekerem, és úgy juttatom ki Palesztinába. Lássák, tudják meg, mi történik a világnak ezen a végén. És ne csak ott, Londonban is, és New Yorkban is. És akkor végre talán döntenek, lesz partra szállás a Balkánon. Mert a zsidóság másképp nem menthető meg. Olaszország túl messze van, onnan soká érnek ide. Van azért abban némi tendenciózusság, hogy egy páholyba ültettük be. Egy hasonló páholy Újszászi és Karádi életében igen jelentős szerepet játszott. Pontosan, mégpedig a Nemzeti Színház páholya. Noha Karádi nem volt sohasem a Nemzeti Színház tagja, de gyakran ellátogatott oda. Így 1943. december 6-án is, Miklós napján, ahol a kormányzó is részt vett az előadáson, és ez egy, hogy úgy mondjam, botrányos nap volt az ő életükben, ugyanis Újszászi István tábornoki egyenruhában mutatkozott Acsai Lászlóné Székely Lujza és Jávorné Landesman Olga társaságában, és ugye velük volt Karádi Katalin is. Úgyhogy a két nem ária származású hölgy nem tett jót az Újszászi renoméjának, ezt kijelenthetjük, és óriási botrány kerekedett belőle. Úgy gondolom, hogy ő sem a németek iránt, sem az angol szászok iránt, sem az oroszok iránt nem volt elfogult, nem volt sem német barát, sem angol barát,
pláne nem orosz barát, de amikor a kormányzati elvárás az volt, hogy ebbe vagy abba, vagy amabba az irányba kell fordulni, akkor az ő lojalitása azt egyértelműen lehetővé tette. Tehát én nem egyéni motivumokban, szimpátiával, ő tulajdonképpen csak németül tudott tökéletesen, hát bármennyire egy idegen nyelvet meg lehet beszélni. 5 vagy 6 nyelven beszél, de ezeket a nyelveket úgy menet közben tanulta, szolgálatba tanulta, Lengyelországba, Csehországba, a Mihajlovicsal a sok-sok pálinkázás közben megtanult egy kicsit szerbül is, valamit tudott angolul is, ugye Franciaországban nyelvtanfolyamon volt. Az anyanyelv idegen nyelve az az ausztriai tisztképző tanfolyam volt, a Mödlingi katonaiskolának a németje, tehát neki minden oka meg lett volna, hogy ugye közép-európai neveltetés révén germanofil legyen, de nem volt az. Kiszolgálta a németeket, de nem rajongott értük. Zdravo, drazsa! Kormányzó úr parancsára ez a rádió összekötetés fennáll. Mindaddig, míg csapataitok a Duna-Dráva vonalat át nem lépik, ahogy azt előzetesen megbeszéltük. Bízik bennetek a két nép barátságában, ahogy mondta. Na, ide figyelj, tábornok úr. Jó, benne vagyok. Kaptok a Honvédelmi Minisztérium készletéből lőszer. Jó. És sebkötöző anyagot is. Korondi majd eljuttatja az ő csatornáján hozzátok. Ne, drazsa, ne. Az újvidéki gyilkosságok ügyét ne erőltessétek, az sima ügy. Meg lesznek büntetve irgalmatlanul. Hát, ahogy gondolod, ha a kormányotok csak akkor hajlandó a kapcsolatok normalizálására, ha megvan az ítélet, jó, nem sokára meg lesz a tárgyalás. A végleges határokról. Mi? Nem. Nem. Arról majd csak a béketárgyalásokon lehet szó. Persze. Párizs. Rég volt, drazsa. Fiatalok voltunk. Annak is már majd 10 éve. Igen. Prágának. A manézsnak. Zdravo. Újszászinak maximális bűne volt, hogy a különbéke tárgyalások keretében az ideküldött amerikai delegációnak az elhelyezéséről, fedőtörténet kitalálásáról és verébakció, gyúkezredes, ezt ő vezényelte le az utolsó napon, tehát március 17-től március 19-ig. Ez volt ugye az ő bűne a németeknél. Ez a Sparrow akció. Igen, a Sparrow akció, igen. Ezredes úr, nem vezettethetem önöket sem a kormányzó úr, ő főméltósága, sem a miniszterelnök úr, sem a vezérkari főnök úr elé. Önöket egy helyre vezettethetem. A velünk szövetséges német katonai hírszerzés tisztjei elé. Önök is tudják, megállapodásunk van velük. Az elfogott ellenséges státuszú katonai személyeket, mielőtt mi kihallgatnánk őket, átadjuk nekik, és csak később, miután már ők végeztek, kerülnek hozzánk kihallgatásra. Igen, tudomásul veszem, hogy önök Jugoszláviába titótábornokhoz igyekeztek, és egy szerencsétlen műszaki zavar miatt voltak kénytelenek kiugrani a gépből. Kérdés, ezt a németek beveszik-e? Önök csak ragaszkodjanak ehhez a meséhez. Talán éppen ez menti meg önöket. Nincs ellene szóló bizonyíték. Addig is. Önök itt, a laktanyában kapnak elszállásolást, vendéglőből, à la carte étkezhetnek, az önnél lévő 6000 dollár erre bőséges fedezetet nyújt. A háború után visszakapják. Ja, és kérem a rádiójukat. Azt azért nem szeretném, ha az is a németek kezére kerülne. Egy dolgot csináltam, mert tulajdonképpen a gyúkezredesnek meg a verébakció tagjainak megmentette az életét. Tudnék, nem azt mondta, hogy, és ez nagyon fontos, nem tűnik fontosnak, de nagyon fontos, nem azt mondta, hogy ezeket az embereket a CIA-nek a jogelődje, az OSS küldte tárgyalásokra, hanem ezek katonák,
akik Magyarországra jöttek. Tudjuk, Hitler 42-ben kiadott egy parancsot, hogy az ilyen jellegű akciókat, azokat akciónak a tagjait a helyszínen tárgyalás nélkül ki kell végezni. Tehát azzal, hogy ezt a diplomáciai missziót átminősítette egy katonai akcióvá, ezzel hadifoglyokká minősítette át őket, és valóban mind a három amerikai tiszt meg is úszta a háborút. Valóban kiváló a teknős békaleves. Afrikából? Rommel ajándéka? Egyenesen önnek? Theo von Brammernek, a német követség kulturális tanácsosának két páncélos roham között? Micsoda figyelmesség! Minek köszönhetem a kitüntető meghívást? Lazacot nem köszönöm, talán egy keveset. A pezsgő Párizsból van? Ön nagyon ünnepélyes, tanácsos úr. Ahogy én? Berlinbe. Az UFA-hoz? Exkluzív szerződéssel? Ön elhalmoz engem, tanácsos úr. A csárdás? Hogy ne szeretném? Kettőt jobbra, kettőt balra. Kállai miniszterelnök úr neve hogy kerül ide? A tábornok úr? Zártortát? Nem. Angol kapcsolatok? Nem értem. Csak néhány sor. Ennyi lenne az egész. Ezt várja tőlem. Ó, orosz vodka! Bizonyára egyenesen Moszkvából? A végső győzelemre. Hogy is mondta, megjegyeztem. A kis kívánság is nagyra nő, ha megtagadják. Nos, én akkor sem mondhatok még se igent, se nemet, de gondolkodni fogok az ajánlatán. Tessék, hogy ez nem ajánlat, hanem ultimátum. Ez lett a veszed, mind a kettőnk veszed. A hollywoodi történet véres drámába torkollott. Ultimátum nélkül ugyan, de jól érzékelhetően megérkezett a német hadsereg, és 1944. március 19-én megszállta Magyarországot. A németek meg vannak győződve. Újszászi a beépített kémnőjével, a tudottan saját neméhez is vonzódó dívával fedő történetként kezdett viszonyt. És ezt te már nem téped, soha. A németek számára nagyon-nagyon nagy csalódás volt, hogy a kedves Újszászi, aki még februárban is ott járt ki, 44 februárjában is a németekkel tárgyalt az együttműködésről, az az ő hátuk mögött az amerikaiakkal trafikál. Tehát amikor ez 2-3 hét alatt kiderült, akkor elrendelték Újszászinak és Kádár Gyulának és Szombathelyének, a volt vezérkari főnöknek a letartóztatását. És akkor megindul egy közel fél éves procedúra. Az első körben a németek a Schwab-hegyen, a Kis Majestic szállóban, 11 szálló volt fönn a Schwab-hegyen, amikor a 30-as években épültek, és a németek meg a magyar politikai rendőrség, Hein Péterik, ezeket mind kihallgatási helyenként használták. Például a Karádi Katalin is ott van fönn a Melinda szállóban, ott kínozzák meg, időnként a hajánál fogva kilógatják az ablakon, kiverik a fogait, meg egyéb kellemetlenségek érik, de a lényeg az, hogy körülbelül egy hónap után Horthy, aki személyesen ír levelet Hitlernek, és három magyar főtisztér, az előbb említett Szombathelyér, Kádár Gyuláér és Újszászér interveniál, azzal, hogy majd a magyar hatóságok ezt kivizsgálják, és a bűnösöket megfelelő büntetésben részesítik, de Németország ne sértse meg Magyarország szuverenitását, és Hitler tesz egy gesztus Magyarország felé, csak lesz helyben kiutazó sztójainak közli, hogy már intézkedtem, ezeket az embereket átadjuk a magyaroknak. Igen. Azelőtt is voltam itt a Schwab-hegyen. Golfozni. Vitéz Rohonci golfszállójában. Nagyszerű hely, merem ajánlani, hogy ne komédiázzak. Enélkül alig, ha bírnám ki az önök cellájában. A Gestapo nem igazán vendégszerető, Herr Klages. Nem, ezt már elmondta tegnap. Tegnap előtt is, és én akkor sem mondtam más, mint most. Ártatlan vagyok. Ártatlan! Vagy bűn az, mert nem kergettem ki az utcára egy alkalmazottamat azért, mert más a vallása. Bűn, hogy segítettem néhány szegény menekültön, akiknek egyetlen vétkük az volt, hogy zsidók. Nem az a bűn, hogy maguk lelőtték a kis Weisst, hogy deportáltatták a mentoromat,
hogy agyonverték a nyílt utcán a kiváló roboszt, a Vígszínház intendánsát. Nem ez a bűn? Kus! Kérem! Hogyan már? Legenda. Ostoba legenda. Karádi a valódi Mahita, magyar Matahari. Az angyalarcú kígyó. Film romantika. Nem. Nem, Herr Klage, ez nincs. Zongorába épített rádió adóvevő a budai villámban. Nincs angol összekötőm. Hiába üvölt. A tábornok? Nem tudom. Angol kapcsolatok? Nem tudom. Amerikai ejtőernyősök? Nem tudom. Orosz kapcsolatok? Nem tudom. Ha százszor megkérdezi, akkor sem tudom. Nem tudom, nem tudom, nem tudom. Ne! Hagyjon! Ne nyúljon az arcomhoz. Ne merje az arcomat megütni! 1944. április 18-áról 19-ére virradó hajnalon tartóztatják le őket, mégpedig Földi Mihályné és Kelem Péter Gábor, a hanglemezgyártó vállalat, a Pátria vezérigazgatójának társaságában, tehát őket is elfogják azon a napon. Földi Mihályné Karádi legjobb barátnője, ő Auschwitzba kerül hamarosan a Gestapo börtönéből, Karádi pedig a Melinda szálló harmadik emeletén kerül egy magánzárkába, ahol elég gyötrelmes vallatásnak vetik alá. Karádit ugye többen följelentették, hogy ő tulajdonképpen egy angol kém, ahogy a korabeli elgondolás mondta, a zongorájában tartotta az adóvevő berendezést, és a zongorán morzézott, úgy adott a zongorának zongorázásnak átszázva. Ez abszurdum. Teljes abszurdum, de mindesetre ugye épp akkor mutattak be egy Mahita című filmet, amiben Karádi egy kémnőt játszott, úgyhogy mondjuk őt a jobboldal évek óta kikezdte, támadta, nem akarok most analógiákat mondani majd Magyarországra, hogy nálunk is vannak olyan hírességek, aki nem mindenkinek van a kedvében, tehát Karádi is ilyen értelemben bizonyos körökben hősnek, ellenállónak, szimbólumnak szállított a másik Magyarországról, más körökben pedig ugye egy kifejezetten zsidóbarát, zsidóbérenc nőnek számított. Hungary was subjected to a sustained strategic bombing campaign carried out by the American 15th Air Force and the RAF, Mediterranean Allied Strategic Air Forces, starting in the spring of 1944 and ending in December of that same year. Itt pusztulunk. Nem fogom be a szám. Ez a pince egy puskagolyótól nem véd meg, nem hogy egy bombától. Ezek amerikai nehéz bombázók, ha nem tudnád. Ne beszélj így velem! Még hogy méltóságot. Nem bírom a robbanások zaját. Nem bírok tétlenül várni és szemlélni, hogy egy bomba darabokra tép. Igen, gyengék az idegeim. Ez nem gyávaság. Nézd meg. Lángoló mellettünk lévő épület. Igen, az. Tele van robbanóanyaggal. Itt fogunk megdögleni mindannyian. Ne nyugtatgass! Nincs kegyelem, nincs kegyelem. Tudtam, hogy ez lesz a vége. 1944. október 7-én a kormányzó hallgatólagos egyetértésével, Karádi közreműködésével a kiugrási iroda munkáját segítendő, a Nándor laktanyában találkozott egymással újszászi tábornok, a parasztpárti Kovács Imre és a kommunista Rajk László. Újszászi és Rajk egyféle békülésbe kezdett. No, hogy most már pertut is ittunk, én is mondanék néhány mondatot. Tényleg tisztázni kell a dolgokat. Igen, vannak elintézetlen kérdések, de nem csak az enyém, hanem a tied is. Nem csak ti szenvedtétek meg az én tevékenységemet, én is a tieteket.
Bár erről inkább Hany Péter tud mesélni. Nem csak Ságváriról beszélek, hanem a többiekről is, a Történelmi Emlékbizottságról például. Igen, tudom, hogy meghalt. Ide is elérnek a hírek. Arról nem tehetek, hogy a pártotok be van tiltva. Nekem ennek tudatában kellett minden cselekedetemet véghez vinni. Ha ti megbocsátotok nekem, mint mondod, én is nagy vonalú leszek veletek, illetve veled. Gesztusként közlöm a valódi neved, kit is takar a kirgíz fedőnév, bár ezt sem mondtad. Rajk, eredetileg Reich László. Székelyudvarhely, 1909. március 8. Már régóta tudom. Nem véletlenül. Én voltam a kémtábornok. És az sem véletlen, hogy a többiek nem tudják. Mert én voltam a kémtábornok. Szóval a németek elleni harcotokhoz lehet, hogy éppen én kellek. A kémtábornok. Konyakoztak is, össze is tegeződtek, Rajk neki bűnbocsánatot is ígért. Eddigi bűne ellenében üldözte a kommunistákat, most viszont, hogy együttműködik velük, ezért meg lesz neki minden bocsátva. Ezt Rajk leírta, és ezt Újszászim meg a Kovács Imre be is foglalják az emlékirataiba. A kiugrási kísérlet nem sikerült. Karádi és Újszászi bujkálni kényszerült. Az élet árja messze száll most véled, de hangom elkísér az utadon. Bár az Otto Skorzeny mellett tevékenykedő Klages SS-tisztől Karádinak már nem kellett félni, mert ifjabb Horthy Miklós elrablásakor a magyar testőrök lelőtték, ám a nyilasok brutalitásától ugyanúgy tarthatott. Újszászival állítólag a svéd követségre menekültek, bár ezt az állítást nem igazolja a dokumentum. És azért hagyták el a biztos menedéket nyújtó épületet, mert nem szerették volna kitenni a követséget egy miattuk bekövetkező, pusztító nyilas rohamnak. Akkor már minden lakóhelyét ismerték a nyilasok, és tehát tűvé tették érte mindent, és csak abban bízhatott, hogyha mindig változtatja a lakhelyét, és ismerősöknél, barátoknál húzza meg magát, akkor túléli ezt az egészet. István, ne haragudj rám. Félek. Félek a fájdalomtól. Volt benne részem elég. Félek a bogaraktól, félek a magánytól, félek mindentől. Szerinted itt teljes biztonságban vagyok? Jó, tudom, ez a svéd királyság területe, de ezt a bombák is tudják? Még egy teljes nap, míg Wallenberg meghozza a két útlevelet. És aztán? Hova? Merre? Engem még csak békén hagynak, egy buta kis színésznő. De téged? Téged vérebek hada keres. A tábornokot, a katonai hírszerzés főnökét, az államvédelem fejét. Mi lesz velünk, István? Mondd, mi legyen velünk? Ezt a nagy szerelmet tőled kaptam én, mégis elhagytál egy szép nap könnyedén. Karádi és Újszászi útjai elváltak. Miért? Nem tudjuk. Mikor? Nem tudjuk. Hogyan? Nem tudjuk. Azt tudjuk. Az ostrom alatt Karádi valamiért Pesten bujkált, Újszászi állítólag Budán, mégpedig közel a villájához a Svábhegyen. Amikor is 45. február 5-én, talán a jövője érdekében, feladta magát a környéken járőröző, információkat és foglyokat gyűjtő szovjet csapatoknak. Soha többé nem találkoztak. Na, mi történt Újszászival 1945. február 5-e után? Itt megint van egy hosszú-hosszú periódus, amiről csak részletekben tudunk. Állítólag Heves nevű nagyközségbe került, ahol az oroszok a prominens foglyokat gyűjtötték össze. Mint ahogy nem tudjuk pontosan, hogy Wallenberggel sem mi történt. Tehát azon túl, hogy eljut Moszkváig, Újszász is el fog jutni Moszkváig. Állítólag márciusba került Hevesen keresztül Moszkvába,
ott először a Butirka nevű börtönben vendégszerepel egy hosszabb, rövidebb ideig, onnan egy, nem tudom, azt a 35-ös titkos objektumba is átviszik, és utána pedig bekerül az elitfogoly táborba, ez a bizonyos Krasznogorszk 27-es tábor, amit azt hiszem, hogy azért 27, mert 27 kilométerre van a Kremltől. Tehát ez a távolságnak a jelzése. Viszászi, ha jól emlékszem, valamikor október-novemberbe jött 45-be. Én már március-áprilisban ott voltam a táborban. Nagyon sok ismerős tiszt volt, de nevesebb tábornok csak kettő volt akkor, a Gróf Stone Marcel, ugye, akit a Donnál fogtak el, és a Dezső László tábornok, aki volt moszkvai katonai attasé volt. Ennek a tábornak három altábora van. Az első tábor az a kiemelt politikai tisztek és katonatisztek, a másik az egy átképző tábor, a harmadik az egy elosztó tábor. Itt több mint 550 magasrangú embert, főleg katonatisztet, tábornokokat őriznek. Ez volt a VIP, ez volt a VIP katonai tábor. Magyarokról is szerül, de a két legprominensebb újszászon kívül, az a Stone Marcel, aki ugye a Doni áttörésnél kerül fogságba, és a volt moszkvai katonai attasé Dezső László. Stomnak lefagyott mind a két lába, a Dezsőnek a lábujjai, úgyhogy Lublianka börtönbe operáltak, Dezsőnek térdből volt levágva a két lába, a Stomnak és a Dezsőnek a lábujjai. Nekem még mesélte, hogy nem fogod elhinni, hogy harapófogóval csípték le a lábujjamat, mert nem éreztem semmit. Szóval úgy el volt halva minden. És hát a Dezsővel ott jó viszonyba kerültem, és hát ő mesélt nekem, hogy az ő problémája az volt, hogy az oroszok az iránt faggatták, hogy amikor ő katonai attasé volt Moszkvába, kik voltak az oroszok, akik neki dolgoztak. És ő erre azt válaszolta, hogy nézzék, mi szegény ország voltunk, mi csak a Kisantant felé folytattunk felderítést, mindent a németekkel kapcsolatban, az oroszokkal kapcsolatban németektől kaptunk. És amikor megtudtuk azt, hogy a Dezső, vagy a Újszászi a Lublyankában van, akkor azt mondta nekem a Dezső, Andris, végem van, ő volt, aki a pénzt folyósította nekem erre a célra, és ismerve Újszászit, ő beszélni fog. Volt, amikor német barát volt, amikor angol száz barát volt, a 45. február 5-től az utolsó ismert pillanatáig, ha úgy tetszik, szovjet barát volt, tehát maximálisan együttműködött a szovjet hatóságokkal. Emiatt a táborban, mármint Krasznogorszkban nem is szerették, kollaborátornak tartották, árulónak tartották, a Dezső Lászlóval annyira összeveszett, hogy az nem is állt szóba veli többet. Denunciásnak tartották, tehát aki a fogoly társaira panaszkodik, árulkodik. Nem is volt titok, hogy ő a NKVD-nek dolgozott, egy külön kis háza volt, ugye, írógépet kapott. És már ott? Ott, a fogságban, és el is vitték különböző helyeket. Most nem tudom, hogy csak ott volt készenlétben, vagy személyesen vallott is a Nürnbergi perbe. Úgyhogy amikor visszahozták a táborba, az idősebb tisztek le is köpték. Ez tény, és nem örvendett. Nagyon sokan a magasabb rangú tisztek közül nem álltak vele szóba. Krasznogor 27/1-ben mindenki a átlagos fogolyhoz képest kedvezményekben részesült, tehát felemelt fejadagot kapott, rendes orvosi kezelést kapott, természetesen nem kellett dolgozni, ezek voltak azok, amik jártak. Na most az, hogy neki, mit tudom én, fodrásza volt, az, hogy időnként, nem azt mondom, hogy hölgy vendégei voltak, de hölgyeket hoztak neki látogatóba. Jó dolga volt a táborba, manikürist járt hozzá, ez a KGB-nél a kénőnek volt a változata.
Ha valaki ezt beengedte manikürisztet, meg elvitték egyszer-kétszer a Bolsóiba, és hát különleges ellátást kapott. Krasznogorszk kettes tábor az egy ilyen politikai átnevelő tábor volt, hát von Paulusnál tudjuk, hogy aki később aztán kommunistává vált, NDK-ban ez eléggé sikerült, és néhány magyar jeles emigráns, név szerint ugye Rákosi Mátyás, Gerő Ernő, Révai József, Lukács György szemináriumot tartott a átképzősök számára, és ezen Újszászinak is részt kellett vennie. A kihallgatásokat ezt hogyan kell elképzelnünk? Hát az nehéz ezt betenni egy skatujába. Engem általában úgy hallgattak ki, két eset volt, vagy egy vagy két ember volt benne, vagy pedig bevitték az embert egy nagy terembe, ahol fényszórók voltak a székre, ahol én ültem rá irányítva, és az asztalnál volt 10 üres szék, és nem volt benne senki. És akkor vártam egy ideig, és akkor 3 évvel megérkeztek, bejöttek, és mindig az első kérdés volt, kak poževajte, hogy érzi magát? Ugye, ez volt, és akkor én mindig mondtam, hát ez nem egy nagyon okos kérdés, hát hogy érezhettem magam a börtönbe, minden. És változott. Egyet tudni kell, hogy a Lubljankában voltak olyan helyek, ahol vízbe volt az ember, és voltak olyan hotelszobák berendezve, mint a legelőkelőbb 4 csillagos. Borzasztó. Még most is. Ma Kecskeméten olyan dolog történt, ami velem még soha. Kifütyültek. Pedig még egy szót se szóltam. Még csak felkonferáltak. Következik Karádi Katalin. Elkezdtek fütyülni. Zajongani. Ehhez nincs joguk. Még egy szót se szóltam. Akkor miért? Legalább megvárhatták volna, amíg elkezdem. Akkor azt mondom, kritika? A nép egyszerű gyermekei. Hogy közéjük kell menni. Hát én mentem. Egy hete. Valaki lecsapott elém egy sörös korsót, azt hittem hozzám akarja vágni. De nem. Csak meghívott. Azután a fenekemre csapott. Nem ütött. Csak barátkozott. Tán udvarolt. Mi a különbség? 44 nyarán levették a műsorról a filmjeimet. A dalaimat a rádió betiltotta. Tüntettek ellenem, ütöttek, vertek. Most kifütyülnek, tapogatnak. Mi a különbség? Ja, hogy ugyanazok. Akkor talán már értem. 1948, amikor megkapja az első nagy játékfilmre a felkérést, és ez pedig a Forró mezők. Ez az időszak egybeesik nagyjából újszászi hazahozatalával is. Ugyanis júliusban, 48. júliusban kezdik el forgatni a filmet, és újszászi pedig tudomásunk szerint augusztusban kerül Magyarországra. És a visszaemlékezésekből azt tudjuk, hogy Karádi Katalin iszonyatos ideg állapotban forgat, tehát többször le kell állítani a forgatást. Egyébként vidéken forgatnak már augusztusban, de valószínűsíthető, hogy Karádi tudomást szerezhetett arról, hogy újszászi itthon van. És azzal magyarázható talán ez a nagyon rossz idegállapot és ingerlékenység, hiszen Bacsó Péter is úgy nyilatkozik, aki ott asszisztensként dolgozott abban az időben, hogy vitatkozik a rendezővel, meretten néz a kamera elé, nem tudja mondani a szövegét, tehát ilyen fekete furnérokra írják fel a sorait, úgyhogy az a valószínűsíthető, hogy egyszerűen ebben a bizonytalanságban ő tehát idegileg annyira kikészül, hiszen nem tudja, hogy most
őt előveszik-e újra. Tehát olyan szeméről van szó, aki írtózik minden fájdalomtól, és megérte a gestapo, vagy megjárta a gestapo börtöneit, és most nem tudja, hogy ebben a rendszerben mi vár rá, és hogy tehát az új szászi miatt neki lehet-e újra problémája. És hát egyszer már volt, és nagyon könnyen meg lehet, hogyha volt is kapcsolatfelvételi szándék új szászi részéről, tehát Karádi Katalin emiatt lépett vissza, hogy hát féltette már a saját életét. Újszászi tábornokot tehát 1948. augusztus 8-án hozták haza Magyarországra, és kihallgatása az Ilka utcában megkezdődött. Miért adták vissza a magyaroknak? Nem tudjuk. Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert nyilvánvalóan itt a magyar hatóságok és a szovjet hatóságok között egy hosszú, és nyilván ez is ott van a poszt-szovjet levéltárakban valahol, az eredményt tudjuk, tehát egy orosz belügyminiszter Molotovot értesíti arról, hogy Újszászit át fogják adni, és átrakták egy ilyen visszatelepítő táborba. Ez van augusztusában. Na nézzük. Tehát 1948. augusztus 19-én én most Fekete Iván vagyok. A 2 VKF, azaz a vezérkari főnökség 2. osztályának tagolódása. Osztályvezető, ez én volnék, Újszászi István, azaz Fekete Iván. Fekete Iván álnéven írt. Miért használt álnevet, nem tudjuk. Írt mindent, szinte válogatás nélkül. Kihallgatták, írt. 17 füzetnyi anyagot. Ha keveselték, írt többet. Talán dezinformált. Amíg ír, él, gondolhatta. Az AVH-t, elsősorban valószínűleg Péter Gábor altábornagyot, Újszászi nem érdekelte. Magánélete, Karádi ugyancsak közömbös volt számára. Csak az volt a fontos, hogy kiről kaphatnak terhelő, kompromittáló anyagokat, kiket lehet lejáratni, gyanúba keverni. Újszászi pedig olyan tájékoztatást adott, mely, remélte, az AVH számára is elegendő. És végül Hortival érintkezést tartó volt politikusaink jellemzése. Igen. Azt hiszem, minden benne van. Újszászit kiadják, egyrészt talán azért, mert ő nagyon nagyfokú készséget tanúsított az együttműködésre, és ha együttműködött a szovjet hatóságokkal, akkor nyilvánvalóan együtt fog működni a kommunista hatóságokkal is, és olyan információkat ad, ami, és a másik pedig, hogy ő ekkor szerveződik a Magyar Titkosszolgálat, ugye, Tömpe elvtárs és mások, és feltehetőleg Újszászinak a hatalmas, felhalmozódott szakmai tudását, hiszen a kihallgatási jegyzőkönyvében állandóan be kell számolnia a 2 VKF felépítéséről, az Államvédelmi Központ felépítéséről, az információszerzési módszereiről, az ügyvédek tartásáról, a fedett ügynökökről, tehát aki nem szakember ezekben a fejezésekben, egy kicsit unalmassá is válik. De 600 helyszín, 10 évre visszamenőleg, ilyen agy nincs. Nem, hát nyilvánvalóan egy segédanyagokból dolgoztak, sugalták, hogy miről beszéljenek, ahogy ez a kihallgatásoknál, amennyire más forrásokból egyértelmű, visszatértek rá egy nap múlva, két nap múlva. Én szerintem ez a könyv, amit itt, ugye, ez onnan könyvtárból kerültek elő, ugye, a különböző... Levéltári. Levéltárból, meg minden. Ez én szerintem tulajdonképpen egy másolata annak, amit ő annak idején az NKVD-nak ott megírt. Az biztos, hogy ehhez a könyvhöz, amit már ő itt írt, hogy a Péter Gábortól megkapta az összes alátéteket, ami szükség volt, hogy megnézzen neveket benne. Mert arra ő nem hiszem, hogy emlékezhetett. Újszászinak tulajdonképpen 3 kihallgatási anyagának kellett, vagy inkább azt mondanám, hogy kell lenni. A harmadikat ismerjük, ez az a bizonyos Fekete Iván féle visszaemlékezése. Az első, az a németek számára, nem csak az a bizonyos 10 oldal, németek megiratták az önéletírását is. A
harmadik pedig az oroszok. Ugye van egy olyan feltételezés, hogy mindaz, amit a Fekete Ivan elmondott, az egyszer már elmondta az oroszoknak német nyelven. Egy emberről nem beszélt soha, ez pedig Rajk. Hát az egy bizonyíték, hogy a Rajk-perben újszászi neve semmilyen formában, se nyilvánosan, se a nyomozati anyagok között nem fordul elő. Ez azt valószínűsíti, hogy újszászi akkor már nem élt, mert az újszászi amilyen állapotban és amilyen körülmények között volt 45 után, egészen biztos, hogy határozottan rávallott volna Rajkra. Nincs holttest, nincs halál időpontja, újszászi eltűnt. Ez az utolsó rejtély. Ez az utolsó rejtély a megszámlálhatatlan újszászi rejtélyek között. Tudnélik, az újszászi kihallgatási jegyzőkönyvek azok augusztus 18-án kezdődnek, és szeptember 19-én érnek véget. És ezek után kiderült, hogy az újszászit egészen december talán 10-éig dolgoztatták, újabb és újabb anyagokat állítottak vele össze, és egy ilyen anyag 102 oldal terjedelemben került elő a politikai történeti levéltárból. Tehát valójában újszászi egészen 48 decemberéig szállítja az információkat, vagy úgy tetszik, dezinformációkat. Tehát akkor végül is most már kezd tényé válni, hogy nem szeptember végén, vagy október-november folyamán halt meg, hanem december 10-én még élt, mert akkor írt egy levelet bizonyos altábornagy úrnak. Bizonyos altábornagy úrnak, amiben az a probléma, két probléma is van. Az egyik, hogy ez a levél nincs meg, ez a levél be van gépelve abba a bizonyos 960-ban készült gépiratnak, ami a füzetekből átírásra került. Milyen tisztelt altábornagy úr, csatoltam a 17. füzetet, mely tárgykör hiányában már nem telt meg. Nagyon köszönöm a szép nyakkendőt. Nem tudom, lesz-e alkalmam személyesen búcsút venni. Engedje meg, hogy ezúton hálás köszönetet mondjak azon korrekt, szívélyes, előzékeny magatartásáért, amiben részesített. Nem szívesen válok meg altábornagy úrtól, akivel nagyon szerettem volna együtt dolgozni. Így jövőm és szabadságom irányában bizonytalanságban, nyugtalanságban vagyok. Még egyszer sokszor köszönök mindent, őszinte tisztelője. 1948. december 10-én Fekete Iván. Ebben a levélben újszászi elbúcsúzik. Nyilvánvalóan tudja, menni kell. Hova? Két verzió van, amit ugye próbálunk feltételezni. Az egyik az, hogy furcsa módon átadták a németeknek, mert hogy ott is szükség lett volna az ő ismereteire, tegyen vallomást a kelet-német hatóságok vonzás körébe került volt korábbi náci funkcionáriusokra, katonákra, illetve segítsen ott is fölépíteni a új, most már német demokratikus kémszolgálatot. A Stázi. A másik pedig, az oroszok csak kikölcsönözték, és most visszakérik. Farkas Vladimir az pedig azt állította, hogy az újszászit az ÁVU átadta a katonapolitikai osztálynak, és itt túlságosan hevesen hallgatták ki, magyarul agyonverték kihallgatás közben. Mindig az a perc, a legszebb perc, itt meg nem ad az élet. Az a legszebb csók, mit el nem csókolunk. Mi okozta Karádi népszerűségvesztését, ha akarom, tragédiáját? Új ideálok kerültek porondra, tehát már nem volt szükség az egykori végzett asszony a szerepkörre, tehát a traktorista lányok, a minta életet élő családanyák voltak népszerűek, és ebbe a képbe nem fért már bele Karádi Katalin személye. Fellépés után az éjszakában. Teherautó. Alig emlékszem valamire. Talán az oroszok.
Ván István küldte? Titokban? Nem tudom. Motorzúgás. Aztán valami álom. Mélységes álom. Vagy csak valami révület. Zúg a motor, zúg. Aztán Bécs. És tovább. A nagyvilág. Én úgy tudom az ő szájából, hogy a Frank Irma nővére Bécsben, a Frank Rózsi nagyon sikeres kalaposnő volt. És ez fölvette egy orosz teherautót, ami ide járt Magyarországra élelmet vételezni. És ezen kifizetett 4 helyet. Úgyhogy én, mikor bementem egyik nap a színházba, Katali mondta, tudom, hogy most jöttél haza, de neked sok keresni valód nincs, nem túl szívesen fogadtak, ugye én a Dálnoki Veresnek voltam a, hogy mondja, vagy parancsőrtisztje, vagy tolmács, nem parancsőr, segédtisztje, vagy tolmácstisztje, 2 ezüstlítésségi érmem volt, szóval ez nem volt egy túl nagy ajánlás akkor, és azt mondta, Andris, van egy hely, jöhetsz velünk. És akkor hazamentem, és mondtam apámnak, hogy el fogok menni a Karádival egy pár napon be. És azt a fiam, 10 év után most jöttél haza. 5 évig voltál katona, 5 évig voltál öreg apádat itt akarod hagyni. És nem mentem, és ezen a helyen ment el a Lantos Olivér, aki ott volt nálunk a színháznál, Karádi nagyon szerette, és a Lantos menyasszonya volt a Hertelendi Hanna nevezetű. Azt hiszem, még ma is él. Nem vagyok én, az ég szívám. Tengervizén fehér hajó. Karádiék már São Paulóban laknak, és időről időre föltűnik egy titokzatos férfi Karádi lakásán, az arcát senki nem látja, és nem láthatja. Mire enged ezt következtetni? Hát csak találgatásokra. Sokan azt feltételezik, hogy ez a titokzatos idegen akár Újszesz István is lehetett, aki valamilyen ügynöki hálózaton keresztül kikerülhetett Brazíliába. Valóban sok ilyen pletyka van, és az is megalapozza ezt, hogy egyes visszaemlékezők szerint az emigrációból Karádi Katalin haláláig őrizte újszászi gyűrűjét. Lehetse-e az, hogy újszászit jó munkája jutalmául egyszerűen elengedték, és kiment Brazíliába? Lehetségesnek minden lehetséges, csak nem valószínű. István, tudom, hogy meghaltál. Már régen. Még akkor ott. Talán az oroszok öltek meg, talán az AVH. Talán Magyarországon, talán a Szovjetunióban. Talán Kelet-Németországban. Sokáig hittem, hogy élsz. És azóta is minden este elmondom, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Én, kancler Katalin Mária, Isten színe előtt feleségül megyek hozzád. Amit Isten összekötött, ember szét ne válassza. Ámen. Epilógus. Filmünkben megidéztünk egy férfit és egy nőt, egy nagy szerelmet, egy tragikus szerelmet, egy tragikus korban. Nem tudom, igazán ez egy szerelem volt, vagy két öntörvényű ember összekapaszkodása a sikerért, a tapsért, a karrierért és az életben maradásért. Egy legenda járja Pesten. A legenda szerint időről időre
ennél a sírnál, itt a farkasréti temetőben, megjelenik egy hölgy. Imádkozik, emlékezik. A szüleire emlékezik. A hölgyet úgy hívják Újszászi Mónika. Erről szól a legenda. Nem sikerült találkoznunk vele, de a legenda, mint minden legenda, megőrzi az emlékezetet. Volt világos éjszaka, miről álmodik a láb, hogy jön egy király titán, hó fehér pariban. Volt világos éjszaka, miről álmodik a láb, egy király titán, hófehér pariban. Ez az álom oly mesés, ám de jön az ébredés, a királyfi oly kevés.